túlterjeszkedhetett a hatalmán Pécs baloldali polgármestere. Ezt támasztja le a belügyminisztérium jogi ajánlása, amelyet az önkormányzatoknak küldtek még tavasszal, amikor a veszélyhelyzetben a polgármesterek jogköreit határozták meg. A településvezetők nem kaptak teljhatalmat, így Péterfi Attila nemrég szabálytalanul nevezhetett ki egy szocialista képviselőt a város harmadik alpolgármesterének. A polgármester baloldali szövetségesei is felháborodtak. Pécs baloldali polgármestere túlterjeszkedhetett a hatalmán, amikor egyedül nevezte ki harmadik MSZP-s alpolgármesterét. Ez derül ki abból a jogi ajánlásból, amelyet a belügyminisztérium az önkormányzatok számára küldött tavasszal. A dokumentumot a Pécs Aktuál hozta nyilvánosságra. A jogi ajánlás szerint, noha veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja az önkormányzati jogokat, ez nem korlátlan és nem terjedhet ki mindenre. Szabálytalan lehet például, hogy a baloldali összefogás színeiben induló pécsi polgármester néhány napja a rendkívüli jogrenddel élve az MSZP-s Nyőgéri Lajost nevezte ki a város harmadik alpolgármesterének, holott a rendkívüli jogrend alapján csak akkor választhatott volna maga mellé új helyettest, ha a veszélyhelyzet kezdetekor senki sem töltötte volna be ezt a tisztséget. Csak hogy Pécset már két másik alpolgármester is volt. Az ügyben most a Baranya megyei kormányhivatal indított vizsgálatot. A Baranya megyei kormányhivatal Pécs megyei jogú város polgármesterének, Nyögéri Lajos alpolgármesteré történő megválasztásáról, illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló határozatát a hivatalból vizsgálja, törvényességi felügyeleti eljárás keretén belül, és a jogszabályoknak megfelelően a szükséges intézkedéseket megteszi. Közben a pécsi polgármester baloldali szövetségesei azt állítják, Péterfi Attila nekik sem szólt a kinevezésről. Az LMP szerint a polgármester megkerülte a testületet, az új alpolgármester kinevezését pedig a DK és a Momentum sem támogatta. Sőt, Péterfi Attila saját jelölő szervezete, a Mindenki Pécsért Egyesület is elhatárolódott. Azt írták, károsnak tartják, hogy a város polgármestere újabb alpolgármesteri státuszt hozott létre. Helyette inkább a válság sújtotta családok és hátrányos helyzetű pécsi polgárok megsegítésére kellene fordítania az így elköltött milliókat. Mindenki Pécsért Egyesületnek nyilván meg lehet a saját véleménye. Én nem érzem aggályosnak. A polgármester máshogy emlékszik, szerinte ő minden illetékest beavatott a döntésbe. A nyögírás személyéről a frakcióvezetőinkkel, tehát a városvezető koalíció frakcióvezetőivel egyeztettem, nem csak egyeztettem, hanem konkrétan az ő véleményük alapján döntöttem. Ez az intézkedés semmilyen összefüggésben, de még csak közvetett összefüggésben sincs a járvány kezeléssel. Jogilag, politikailag és hitelességi szempontból is aggályos az MSZP-s Nyőgéri Lajos kinevezése. Erről már a pécsi Fidesz frakció vezetője beszélt. Csizmadia Péter emlékeztetett, Nyőgéri Lajost egy éve rágalmazás miatt eltiltották az Önkormányzat Gazdasági Bizottságának vezetésétől. Kinevezése most nem szól másról, mint hogy a szocialista politikus újra pozícióhoz jusson a városházán. A kormánypárti politikus szerint erre utal az is, hogy a polgármester még a szövetségesei előtt is titkolta a döntést. Itt nem csupán az történt, hogy nem kérdezte meg a polgármester a politikai szövetségeseit ennél a döntésnél, legalábbis az ő nyilatkozataiból azt tűnik, hogy ők elleneznék ezt a kinevezést, hogyha szavazásra került volna sor, hanem ugye meg sem szavaztatta sem a közgyűléssel, sem pedig esetleg más döntéshozó fórummal. Mindazonáltal pedig ugye hát itt egy olyan személynek a kinevezése történt meg, aki hát emblematikus szereplője volt a 2010 előtti szocialista városvezetés időszakán, amikor is ugye a város gyakorlatilag a csőd szélére kormányoztak. Az MS stábja többször is kereste Péterfi Attilát, hogy az új alpolgármester megválasztásának részleteiről őt is megkérdezzük. A baloldali polgármester nem vállalta a nyilatkozatot.